Jó reggelt kívánok! Kérdezőtársaim pedig Veres Jenő a Népszavától és Szajlai Csaba a Magyar Hírlapban. Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Hát nagyon sok aktuális témánk van. Én először arra gondoltam, szeretném megkérdezni arról a véleményét. Mit szól hozzá, hogy tegnap este a Corvinuson Gaudi Nagy Tamást, a Jobbik képviselőjét kifütyülték, és hát fasiszta bekiabálásokkal fogadták? A Jobbik mindenhol kiválthat hasonló reakciókat, hiszen egy radikális pártról van szó. A kifütyülték azért, azt hozzáteszem, egy ilyen 10-15 fős csoportnak a műve volt, a többi egyetemista pedig kíváncsi volt a jobbikos politikusnak is a véleményére. Én egyébként azt gondolom, hogy lehet politikusok ellen tiltakozni, lehet a tiltakozók ellen tiltakozni, tehát az én demokrácia felfogásomba az ilyesmi belefér. Én a magam részéről egyébként úgy gondolom, hogy bárki ment volna oda adott esetben a Corvinusra, én a magam részéről kíváncsi lettem volna a véleményére, hiszen ez egy olyan fórum, amikor az eszmék szabadon ütközhetnek, találkozhatnak, versenghetnek egymással. Ebbe éppen ez a szép. Egyébként valamit, bocsánat, valami távolabbra mutató üzenete annak, hogy amúgykor ugye Pintér Sándor Vona Gáborral vitatkozott, most Navracsics Tibor Gaudi Nagy Tamással, tehát hogy a Jobbik és a Fidesz közeledése látható ebben, vagy mi az a magyarázat, hiszen a Fidesz is retorikában azért eléggé intenzíven szokott elhatárolódni a Jobbiktól, most meg mégis ugye közös kirakatba ülnek rendszeresen. Hát vitáznak egymással, és alapvetően azért gondoljon arra, hogy most már egyre több közvéleménykutató szerint a Jobbik van váltó párti szerepben, mi vagyunk jelenleg a legerősebb ellenzéki párt. Hát természetes, hogy a kormánypárt a legerősebb ellenzéki párttal mérkőzik meg leggyakrabban. Mi most jelenleg ezt a szerepet töltjük be. Ez ugye a Medián felmérése valóban ezt mutatja, hogy beelőzték az MSZP-t. Ezt bizonyos mértékben be tudják annak az unió ellenes retorikának, ami mostanában nagyon erős a Jobbiknál? Nyilvánvaló az, hogy egyre több ember érti meg, hogy az Európai Unió adott esetben Magyarország érdeke ellen cselekszik. Most éppen elvettek legutóbb tőlünk 140 milliárd forintot, pontosabban erre még tettek javaslatot. És egyre több embernek nyílik föl a szeme. Hogyha belegondol abba, a kormánypárti úgynevezett békemenet, egy igen komoly tömegdemonstráció, egy radikális, alapvetően jobbikos üzenetet fogalmazott meg, azt, hogy Magyarországból nem lesz gyarmat. Ha az embereknek fölnyílik a szeme, ha egyre többen megértik azt, hogy mi mozgatja az Európai Uniót, mi a magyarság valódi érdeke, akkor törvényszerű, hogy egyre többen lesznek jobbikosok, hiszen adott esetben eljut hozzájuk minden olyan szakmai álláspont, vélemény, amit a Jobbik ezzel kapcsolatban megfogalmaz, és az emberek rájönnek arra, hogy ezek bizony igazak. Ekközben megjelent az állami számvevőszék, egy egészen más témára elveznék vizsgálatom, miszerint a Jobbik nem az előírások szerint gazdálkodott az elmúlt években. Hol a differencia önök, illetve az állami számvevőszék között? Hát itt azért pontosítanék, az állami számvevőszék is azt mondta, hogy a pártörvény és a számviteli törvény között meg kell teremteni az összhangot. Mi alapvetően a pártörvény előírásait vettük figyelembe, arra az állami számvevőszék is fölhívta a jogalkotók figyelmét, hogy ezt a két előírást közelíteni kell egymáshoz, mert ha az egyik előírásnak megfelel egy párt, attól még korán sem biztos, hogy a másik előírásnak is megfelel. Ha mi a pártörvény előírásai szerint rendezzük be a Jobbikot és ennek megfelelően cselekszünk, akkor adott esetben számviteli szempontból kifogásolható lehet a jelenlegi helyzet. Ezt ügyesen felmondta, de... Ráadásul ez fönnáll hosszú ideje, ez a bizonyos anomália, és azért mégiscsak sikerült a pártoknak valamilyen szinten problémamentesen is végrehajtaniuk az elszámolásukat, de különös tekintettel arra, hogy önöknél lakik, mint pártban az állami számvevőszék hosszú-hosszú ideig volt alelnöke Nyikas László, tehát ő segíthetett volna, hogy ezeket a problémákat elkerülhessék. Még egyszer mondom, két egymással ellentétes előírásokat megfogalmazó törvényi rendelkezésről van szó. Én egyébként magam is azt képviseltem, hogy inkább a számviteli törvénynek tegyünk eleget, hiszen az állami számvevőszék ezt vizsgálja, és ilyen módon fogjuk a jövőben átalakítani a párt belső gazdálkodását. Ha a pártörvénynek teszünk eleget, az önmagában nem annyira jó dolog, hiszen azok a szervek, amik a Jobbik gazdálkodását vizsgálják, elsősorban a számviteli törvény szerint kérnek számon minket, tehát adott esetben ezt a törvényi összhangot egyrészt a két törvény között meg kell teremteni, ezt az állami számvevőszék is megfogalmazta a véleményében, másrészt meg nekünk nyilvánvaló, hogy úgy kell működnünk, hogy elsősorban a minket vizsgáló hatóságoknak kell megfelelni, a pártörvénynek való megfelelés ilyen szempontból azt gondolom, hogy másodlagos kell, hogy legyen. Már szó
szóba hozta az Európai Uniót, mit szól ahhoz a miniszterelnöki bejelentés, az, amit tegnap este született meg Brüsszelben, mi szerint könnyen és gyorsan fogja a kormány megoldani az Európai Bizottsággal a problémákat, és valószínű, hogy elkerüljük a kohéziós uniós források felfüggesztését, illetőleg a fiskális paktumot aláírtuk, és hát most már rendben mennek a dolgok. Hát én úgy látom, hogy a dolgok nagyon nem mennek rendben Magyarországon. Most gondoljunk arra, azért a magyar gazdaság egy erősen túladóztatott gazdaság volt eddig is. Most ahhoz képest az adóhivatalnak a tavalyihoz képest 1 000 milliárd forinttal több adóbevételt kell a magyar emberektől, magyar vállalkozásoktól beszednie. Ez önmagában már egy olyan probléma, ami egy túladóztatott gazdaságot képes a recesszióba taszítani. Én tehát meg kell, hogy mondjam őszintén, tele vagyok a jogszabályi előkészítetlen szakszerűtlenségek miatt aggodalommal. Én úgy gondolom, hogy Magyarország gazdasági pályáján jelentős mértékben változtatni kell. Erre egyébként rendszeresen meg is tesszük a magunk szakmailag kidolgozott javaslatait. De hogy értékelik az Európai Uniós eljárást? Önök szerint, miként a kormány állítja, politikai támadás van részint a fiskális, tehát a kohéziós források felfüggesztése mögött, vagy pedig az Európai Unió egy szakmai mechanizmust látott el? Alapvetően két dolgot kell látni. Magyarország ellen azóta, amióta az Európai Unióhoz csatlakozott, elindult ez a túlzott deficit eljárás, folyamatosan minden évben nagyobb volt a hiányunk a megengedettnél. Ebben tehát igaza van az Európai Uniónak, hogy Magyarország valóban nem tartotta be az előírásokat. Azonban azt is látni kell, hogy gyakorlatilag egy negatív példát jelent Magyarország jelenleg az Európai Unióban. Negatív módon diszkrimináltak minket, hiszen nem mi vagyunk az egyetlen hasonló helyzetben levő ország, minket vettek ki a kupacból, minket fenyegetnek most azzal, hogy durván 140 milliárd forintnyi összeggel csökkentik az Európai Uniós támogatását az országnak, tehát mi velünk alapvetően negatív módon kivételez az Európai Unió. Ebben az esetben természetes az, hogy meg kell védeni Magyarország érdekeit, rá kell mutatni arra, hogy az Európai Unió negatív diszkriminációt gyakorol Magyarország kárára, és lehetőség szerint vissza kell fordítani ezt a folyamatot. És mit gondol egyébként a döntést hozó, tehát az ECOFIN, a pénzügyminiszterek tanácsa, ott milyen politikai, illetve matematikai esélye van annak, hogy ezt elfogadják, és valóban zárulják ezt az összeget, a Jobbik mit lát ebből? Mi azt látjuk, hogy sajnos nagyon komoly esély van rá, ugyanis gazdag nyugat-európai államok most igyekeznek példást statuálni, és azzal kiterjeszteni az Európai Unió központjának a hatalmát az európai nemzetállamok fölött, hogy egy-egy országot adott esetben úgymond elkaszálnak ezekben a nemzetközi eljárásokban, súlyos kárt okoznak neki, és ezzel próbálja az Európai Unió központi bürokratikus apparátusa megteremteni a tagországok előtt a saját tekintetét. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, ez egy nagyon komoly veszély a magyar gazdaság számára, és hogyha most megnézzük, egyre másra indítják az újabb és újabb kötelességszegési eljárásokat. Legutóbb éppen Hofmann Rózsa volt kint az Európai Unióban, és neki például a közoktatási törvény változásával kapcsolatban kellett magyarázkodni, elképzelt, hogy ez lesz a következő olyan terep, amikor ismét támadás fogja az országot érni, és ismét beavatkozik az Európai Unió a magyarországi fejleményekbe. Mire biztatják a kormányt? Harcoljon, mint ahogy tette ezt az elmúlt időszakban, védekezzen mondja az álláspontját, vagy pedig tegyen további költségvetési intézkedéseket. Tudja, ezzel a területtel foglalkozik, hogy az Európai Uniónak az a problémája, hogy nem fönntartható a költségvetési pálya, és nem látja teljesülni a magyar kormány által fölvázolt, hogy a GDP-re elsően számolt 3%-os hiányt, nagyon nagy az eltérés mértéke, ugye nem pusztán 60-70 milliárd forintról beszélünk, hanem a kormány eredeti pályához képest jóval többről, több százmilliárdos eltérés is szóba jöhet. Én azt gondolom, hogy szakszerűen és a magyar érdekeket képviselve kell a kormánynak eljárnia, az pedig, hogy éppen harcoljon-e vagy taktikázzon, mindig az adott helyzettől függ. Én nem hiszek azokban az általános receptekben, amire egyébként a miniszterelnököt rendszeresen biztatták, hogy csörgessen kardot Brüsszelben, tegyen úgy, mintha a legnagyobb szabadságharcosa volna a régiónak. Ez láthatóan nem jött be, hiszen nem volt mögötte olyan gazdaságpolitika, ami az eredményeket megalapozta volna, és ami a miniszterelnök aki
álláspont erejét adott esetben akár az Európai Unióval szemben is biztosította volna. A magyar gazdaságpolitika az elmúlt időszakban tehát nem működött. Alapvetően azt látjuk, hogy a költségvetési hiány az valószínűleg el fog szállni a jövő évben. Az idén még elhitte feltételesen az Európai Unió, hogy tartani csinált, fogja a költségvetési hiányt. Úgy csinál, mintha elhitte volna, de gyakorlatilag nagyon komoly kétségek fogalmazódtak ezzel kapcsolatban meg, hiszen mindenki azt látja, hogy azok a strukturális okok, amik a magyar gazdaság leszakadását eredményezték, gyenge a termelőszféra, nincs Magyarországon érdemi ipari vagy mezőgazdasági termelésből akkora volumen, amekkorára alapozni lehetne ennek az országnak a gazdasági felemelkedését. Ezeken a kérdéseken a kormány nem tudott változtatni, és amíg nem változtat rajta, addig gyakorlatilag a magyar gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének az esélyei nincsenek megteremtve. Ugorjunk egy picit vissza Európából Budapestre. A napokban a Jobbik feljelentést tett a budapesti temetkezési intézet körüli botrányos ügyek kapcsán. Ez a reklám ezt az ügyet egyébként a Népszava robbantotta ki, de nem egészen ide tartozik. A kérdés az az, hogy ön szerint miért van, miért lehetett az, mi az, ami ebben a Jobbik meglátott és feljelentést tett. Az összes többi politikai erő meg hivatalnok pedig heteken, hónapokon keresztül ezt nem érezte szükségesnek. Tehát vagy nincsenek benne olyan súlyos büntetőügyek, amit a Jobbik feltételez, vagy akkor miért nem történt ebbe semmi. Én azt gondolom, hogy nem véletlen, amikor különböző politikai erők adott esetben egy gazdasági bűncselekmény gyanús ügyletben nem járnak el, akár pártoktól függetlenül is. Most gondoljanak arra például, hogy a Malév ügye, ami sokkal nagyobb jelentőségű kérdés volt, mint a temetkezési vállalattal kapcsolatos visszaélések ügye, az milyen módon zárult le. A Malév ügyében én tettem még a gazdasági bizottság első ülésén egy büntetőfeljelentést, ahol kértem azt, hogy vizsgálják meg többek között Oszkó Péter büntetőjogi felelősség. Egyébként még nem zárult le, bocsásson, a vizsgálóbizottság fog alakulni a tervek szerint. Bocsásson meg, én egy feljelentést tettem, amiről megkaptam a nyomozás megszüntető határozatot. Most a politikai palettának egy érdekes színfoltja lehet egy parlamenti vizsgálóbizottság, de az érdemi tetteket a nyomozás ténylegesen egy nyomozati vizsgálat zárta le. Én erről megkaptam a nyomozás megszüntető határozatot. Senki nem látott a Malév privatizációjával kapcsolatban bűncselekményt. Se a Fidesz, se az MSZP részéről nincs ilyen. Most van egymás között egy politikai sárdobálás, de a végi mégiscsak az, hogy megszűnt a Magyar Nemzeti Légitársaság és egy Vízzel nevű fapados cég, ahonnan ott ül gyakorlatilag az igazgató tanácsban Oszkó Péter, az hogy nem az egész helyzetnek a haszonélvezője lett. Miért hallgat mindenki most a Jobbikon kívül ebben az ügyben? Némi politikai sárdoválás van, de ténylegesen új nemzeti légitársaság nem alakult. Óriási kár érte Magyarországot, alapvetően mi vagyunk az egyetlenek, akik erre megoldási javaslatot dolgoztunk ki, kidolgoztuk azt, hogy hogyan lehetne finanszírozni és normalizálni a Malév működését. Ezzel kapcsolatban nem tudtuk még bemutatni sem az álláspontunkat, hiszen még meghívást sem kaptunk ide. Most viszont lejárt az időnk. Köszönjük szépen, hogy most elfogadta a meghívásunkat. Nektek is köszönöm, híradóval folytatjuk.